Szevasztok, srácok! Ismét egy Vampire Survivors-szerű, egy Bullet Heaven játékot hozok nektek, a Swarm Grindert, ami abban különbözik főleg az eddigi játékoktól, hogy eddig az volt, hogy ha öltél a karaktereddel, vagy a valamiddel, akkor egyre erősebb lett egy idő után a karaktered, az öléstől. Itt viszont a fókusz a feladatokon van. Bemész a pályára, és különféle feladatok teljesítéséért fog fejlődni a karaktered. Egyébként a zenéje is tök jó. Jelenleg csak egy játékmód van, kevés karakter van, kevés fejlesztés van, Early Access a játék. Május 5-én került Early Access állapotban, és hát itt van egyébként a roadmap. Jelenleg a 0.3.5-ös patch-en vagyunk, és itt van, hogy miket terveznek még hozni a játékban. Kontrollerrel fogok egyébként játszani. Itt vannak a beállítások, hogyha valakit ez érdekel. Jó, az rossz. Azt most látom, hogy ez nem jó. Most már sokkal jobb, sokkal élesebb a grafika. Na, azt mondja, hogy átsusszanok ide. Szóval itt van a karakterünk. A Ballet Storm. Ahogy látom, őt úgy hívják. És jelenleg egy elérhető skillje van. Amit majd hát nyilván feloldunk. Aha, és lesz még egy bácserünk is. Ennek Cleaver skillje van. A Ballet Stormnak meg Gatling gánya. Itt van ugye a játékmód. Jelenleg ugye csak a Mining Expedition van, és itt az a feladatunk, hogy 25 a Mining Zone-t kell kitakarítani, ahogy győzedelmeskedjünk. Gadgeteket is lehet választani. Bár nem tudom, hogy kontrollerrel hogy kell oda menni, de azt ott van, igen. Tehát, hogy van gadgetünk is, van ez a Constant Trigger, és van az Expanding Trigger. Hát alapból én az alap lehetőségeket választom, tehát a Constant Triggert. Úgyhogy ezzel fogunk neki menni. Na, a hangosnak mondtátok a játékot, úgyhogy egy picit lejjebb húztam. Difficulty Mutators. Lehet állítani még nehézséget is. Jó, hát ehhez nem nyúlunk. Itt van a workshop, ezek pedig a fejlesztések, az ilyen roguelite-os fejlesztések. Tudjátok, hogy minden egyes run egyre könnyebb és könnyebb legyen. Így is túl sok gémet kéne befejezem, nem nézhetek ide. Pedig jó lesz, fogadd el, pihe puha, hogy ez jó lesz. Na, hát egy már meg is van. Minden egyes Mining Zone Clear ad egy ingyenes upgrade-et. Oké. Okay. Na, várjatok amúgy. A zene hangján tényleg húzunk egy kicsit. Gatlingen? Kérdőjel. Na, kaptunk egy Cleavert. Ezzel nekem kell céloznom? Nem. Itt ez automatán megy minden. Jó. Jelzi a térkép, hogy 15 méterre van tőlünk valami. Ja, látom, és tölteni kell folyamatosan az üzemanyagot, azt ott jelzi középen. Na, Gatling Gun fejlesztés. Így van, egy újabb túlélős játék.
Azt mondja, hogy rapid fire damage. Szóval akiken van rapid fire... Ja nem, a rapid fire a sebzésünket erősíti. Aha, a rapid fire damage, oké. Okay. Minigun. Szélesebb távolra, távolabbra. Movement speed növekedés. Movement speed növekedést kapunk, ameddig a Gatling gununk CD-n van. Jó, legyen ez a minigun. Gyűjtöm ám itt az üzemanyagot. Nem tudom, mi van akkor, hogyha túltöltjük az üzemanyagot. Az miért jó nekünk például? Hoppá, megcsapott az enemy. Elkezdünk gyorsabban lőni, jól látom? Ott a cleaver, én a kérdőjelet választom. Homing missile. Ez a Gatling, ez Gatlinganos fejlesztés akkor ezek szerint? Nem. A Gatlinganunk az alap. Aha, és akkor ott mutatja a kis pöttyöket, hogy milyen fejlesztések vannak. Várjátok, megkeresem, hogy van-e egér a játékban. Látjátok, ott a fegyverünk a Gatlingen, ott vannak a fejlesztések hozzá. Folyamatosan zabáljuk a fuelt, és hogyha lemegyünk nullára, akkor a HP-nkból a HP-nket zabálja a fuel. Túl lehet tölteni a tankot. Minél nagyobb a túltöltöttségünk, annál több extrát kapunk, értem. Oké, okay, tehát akkor most menünk kéne, hogy ő, hogy legyen fiúrunk. Tök menő, hogy ha rájuk esik ez a drill, akkor az fáj nagyon az eleminek. Azt mondja, hogy cleaver, crit chance a bladedel, helikopter blade csökkenti a cooldownt, viszont jobban zabálja az üzemanyagot. Minden zabálja az üzemanyagot. Nagyon jó, kérünk ilyen crit chance-t. Jön elvileg valami wave. Hát ez nem vészes. Jó a zene amúgy. Hangos a zene, srácok? Mert amúgy vettem le kétszer is azóta. Jó. Nézzük. Gatlingant fejlesszük. Firing angle, magazine size, ricochet. Ah, jó kis ricochet, mehet a ricochet, szeretem a pattogó lövést. A piros kis buborék, amit így elpusztítunk, abba van az enemy. Jó így? Oké, köszi szépen. Érdekes ez a koncepció, hogy így harcolnunk kell, úgymond, tehát nem állhatunk meg egy pillanatra sem, mert elfogy a fuelünk. Hoppá, jajjaj. Jújjúj. Jó, Gatlingen. Azt mondja, ricochet 2, minigun, crit chance. Egy jó kis crit chance. És minden egyes fejlesztés növeli az üzemanyagot. Mármint, hogy az üzemanyag igénybevételt.
Olyan, mintha kevés lenne a sebzésem. Jó reggel, srácok, hali-hali. Jó, és akkor azt mondja, hogy Gatling gun. Még crit chance, a minigun. Nagyon-nagyon fogy az üzemanyag, basszus. Na, most szedtünk egy olyan kristályt, ami ahhoz kell, hogy permanens upgrade-eket oldjunk fel. Így a menüben. Jaj, túl közel mentem az eleméhez megint. Azt mondja, hogy van kérdőjel és homing missile. Na, homing missile is nyomadhatna ricochet, vagy növelhetnénk a sebzését. Mert a ricochet. A Gatlingának hamarosan kiszedjük az utolsó fejlesztését, ahogy látom. Elkezdenek lövöldözni az enemik. Igen, itt arra appelláltam, hogy majd a drill az leszedi az enemit. Firing angle, magazine size, range. Hát ricochet damage csökkentést választottam. Hát már nem sok HP van sajna. Ezek az arany ércek, vagy nem tudom mik, ezek kellenek ahhoz, hogy így permanens upgrade-ünk legyen, ahogy én sejtem. Jújjúj. Jó, megvannak ezek a kristályok. Na, valami bosszos jött. Wow. Na, kiszedünk egy kérdőjelet. Ja, elfogyott a fuelom közben. Detonátor. Hát igen. Elfogyott a fuelunk, és a fuel elkezdte zabálni a HP-t. A Gatling gun az erős volt nagyon. Azt mondja, hogy a time bónuszért a 8 percért kapunk 8 biosádot, és a 25 zónából 10-et clear-eltünk. Na,
Srácok, azért elsőhöz képest ez így tök jó. Mehet a kövi. Én azt mondom, mehet a kövi. Jaja, new game. És akkor a workshopba tudunk venni. Azt mondja, hogy chariot. Windmill, temple, kasza. Chariot, ez nem tudom mit csinál, de vettünk egy ilyet. Most megnézzük ezt a másik triggert, az expanding triggert. Viszont ez tudni kell valami gombról is. Na mindegy, majd biztos rájövünk. Aha, ott vannak a skillek, a jelenleg elérhető skillek. 1-2-3, igen. Tehát ez 10 skill. Ja, Mario Rabbids, Sparks of Hope, nagyon jó kis game gerépa. Szia, sinyó, szevasztok, srácok. Gadget Control, aha, tehát az R2. Tehát én tudom növelni a zónát. Csak akkor van aktiválás, hogyha én növelem a zónát. Érdekes. Na nézzük a kérdőjelet. Lucky Charm engedélyezi az abilitéknek a kritelést. A 8% globál krit. Ez jó. Ez az expanding, ez jobban tetszik, mint a triggeres. Mert én határozom meg, hogy mikor növeljem a zónát. Jó, a kérdőjelre megyünk rá. Minden skill, minden aktív skillt növel. Global damage 20%. Kérdés, hogy ez globálnak nem számít globálnak. Vagy globálnak számít ez a Gatlingen? Valószínűleg amúgy igen. Valószínűleg amúgy nőtt a sebzésem. Nézzük. Homing missile, kérdőjelet kérünk. Mortár. Random enemire lövünk. Aha, és ez ilyen területi móka. Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Ez a mortár, ez szimpatikus. Nézzük az ámprédeket. Na, még egy kérdőjelet akkor kérünk. Pacemaker. Fuel consumption, tehát hogy nem fog annyit zabálni. Na, Warrior Refiner, örülök, hogy akkor tudok segíteni abban, hogy ez neked tetszik-e vagy sem, ez a game. Így, hogy látod. Szia, Zolcsi.
Ez az attack speed, így hogy csökkent a fuel consumption, ez így nagyon jó. Na, arzenál, aha. Lucky Charm, Gatling Gun. Na, azt mondja, hogy ricoché. Ezen a Mortalon kéne javítani. Fél perc és jön egy wave. Aha. Azt mondja, hogy arzenál. Explosion chance. Rapid fire-rel explosion chance növelés. Aha. Növeli a blade és a launcher skill-ek darabszámát, de csökkenti a sebzést. Sét az aktív skill-eknek. Launcher skill CD és CD és range csökkentés. A mortal miatt ez jó lehet. Ezt kell megnézni, hogy egy aktív, két aktív, tehát van aktív, kettő aktívunk, aha. Ne viccelj, Zolcsi. Repetendium. Azt nem ismerem. Azt nem ismerem. Fel kellett olyan játékok parancsal, tudjátok megnézni, hogy mik voltak éppen. Vagy mik nem voltak még. Szia Ben, hello hello. Milyen attack speedünk lent. Na nézzük, milyen fejlesztést kapunk. Mortar, vagy arzenál, vagy Gatling Gun. Mindegyik nagyon jó, ugye? Burst Gun, local cooldown magazine size. Ricochet 2. És beszorultam. Ez lett a vesztem. Hát ez most csak 6 perc lett. Ez most csak 6 perc lett. Francba. Tudunk váltani karaktert közben? 2000 enemy egy rán alatt. Oké. Oké. Na nézzük. Tudunk-e itt valamit venni?
Ja, rá tudtam tenni, hogy global damage-et növeljünk, aha. Oké, és amúgy most ennyi. Aha, 10-ért lehet még fejlesztést kérni. Aha, értem. Igen, az elején kezdő szerencse volt, igen. Na. Na nézzük, miket kapunk. Ilyet az arzenál így elsőnek. Plusz damage. 20% damage. Hát, amióta megjelent a Vampire Survival Kefux, azóta folyamatosan jönnek az ilyen gémek. Ilyet a Peacemaker. Hát a Necronak a Vulnerable-ös cuccát is nerfelték. Igazából mindent nerfeltek ben, ahogy én észrevettem ebben a patchben. Mármint, hogy így a karaktereket. Mit ad ez a kérdőjel? Lövünk egyet körbe-körbe, hogyha kifogy az amónk. Ó. Érdekes. Van két szek és jön az enemy. Nem rossz a Steam-en a külön gyűjtemény ezekre a gémekre, Zolcsi, abszolút. Azt mondja, hogy... Ilyet a minigun. Én csináltam nektek YouTube-on playlistet az általam játszott ilyen jellegű játékokra. Mert kértétek már így az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy tök jó lenne egy ilyen. Van kill számláló, hogyha bekapcsolom. Tessék. De itt ugye mivel nem a killekkel erősödsz, ezért nem olyan fontos. Azt mondja, hogy mit lehet itt csinálni. Global damage. Minden ölés heal-el. Na jó, én ezt bevállalom. Lehet, hogy most még nem hasznos, de biztos majd hasznos lesz.
Igen, 2000 kill kell majd a kövi karakterhez, jaj. Hát nem nagyon hall az enemy. Itt most az a gond, hogy nagyon nincs sebzésünk. Hát ezzel ezt lehet csinálni. Jó, és most meg is halok. Mert beszorultam. Nem tudtam egyszerűen elszokni. Hát ez még 2 percen kevesebb lett, de legalább... Legalább kaptunk ilyen sárdokat. Na, azt mondja, hogy mit tudunk itt kivenni? Maximum trigger. Maximum fuel. Fuel consumption. Maximum HP. Kérünk ilyen chariotot. És akkor azt mondja, hogy movement speed. Szia Nightingale, szevasztok srácok. Szia Scott. Na nézzük. Tehát Gatling gun. Jó. Hoppá, kicsit bevállalósak voltunk. Burst gun még. Kéne vegyük a mortát. Szia, Dark Vidor, szevasztok srácok. Jó, azt akkor nem veszük fel. Feather Blade. Oh. Contact damage. Ha a blade-nek neki mennek. Az jó féle. Ahhoz neki kell menni a Blade-nek nyilván. Ó. Jobbulás, Nightingale. Na nézzük. Hát a Feather Blades azt mondja, mit lehet rajta állítani. Arra és Projectile Lifetime. Dancing Blade. Ó, oh, Ricochet, nagyon jó. Jó, ez a Ricochet, ezt tetszik. Csinál némi sebzést.
Fogy az üzemanyag nagyon. Na, ez a landing blade is tetszik. Néha el kell engedni ezt a zónát. Az volt a hiba. 440 killünk van. Nézzük a fejlesztéseket. Fuel consumption csökkentés. Jaj. Eden. Köszi szépen az egy évet, valamint Nightingale. Nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek. Köszi szépen a támogatásaitokat. Jó, kikérjük a homing missile-t. Köszi szépen Zolcsi a 100-as csírt. Köszi, hogy belőtted a hype-onátat. Csúcsú! Hajrá! Hajrá, hajrá! Adam, köszi szépen. Köszi szépen a 100-as csill. Júj! Na most 6 percnél járunk. Elsőre ilyen 8 percig jutottunk. Kora reggeli vonat, Jelfri. Pedro, bizony, kora reggeli vonatozások vannak, így van. Reload Frenzy. Ricochet kérünk. Még jobban clear-eljük az enemit, még gyorsabban. Nagyon jó AOE-nk van most az a helyzet. Már csak nagy sebzés kellene. Talán egy piros fúró, ez mit tudhat? Ez a tizedik. Ez lesz a tizedik upgrade-ünk. Vagy mit tud a piros fúró? Lehet, hogy ez a boss-hoz? Nem tudom. De az ezredik enemy már megvan. Aha, ez boss-hozott, srácok.
kapta. Plusz egy rékosé. Aha, és ez itt már a taposóaknak. Ja, hogy két fejlesztést is fel tudunk venni. Launcher Christians. Aha, ez a homing missile is rikosézhat. Vajon ráálltam most ezekre? A Halls of Torment meghozta. Meghozta a hangulatot hozzá. Az a helyzet. Jajajaj, új. Na, a tizedik percnél járunk, és 1400 az enemy-nél. Let's get down, TO business, így van. Szevasz, mobile. Aha, Feather Blade, na mit lehet állítani? Háromszoros sebzés, blade skill count, aha, tehát hogy így rá lehetne állni az egy típusú sebzésre. Köszi szépen mindenkinek, aki részt vett a hype-onatba, köszi. Na, 10 percig túléltünk, ez egy achievement. Beindult a muzsika is közben. Hú, mennyi üzemanyag, azt a rohan. Enemy lassan. Az üzemanyag arra kell, hogy tudjon menni ez a kis... szerkentyű, mert hogyha nem megy a szerkentyű, akkor meghalunk. És az üzemanyag az enemy ölésből jön. Tehát nem lehet lazsálni. Azt mondja, sértetetlenséget kapunk, aha. Aha, 15 szekig nem damolnak meg. Max HP alapján visszasebzés, hogyha megdamolnak. Aktív skillek növelik a HP-nkat, illetve sérthetetlenség. Ja, nagyon-nagyon eltalálták a muzsikát, szerintem is. Ugye lehetne annyit ügyeskedni, hogy ugye nem nyomom ezt a izét, ami szétszedi a swarmot, és akkor jobban tudok utat vágni. Mert igazából tényleg nem számít, hogy most mennyi enemy tölsz meg, mert azzal nem leszel erősebb. Nagyon fura egyébként, hogy nincsen ilyen kvázi XP. Meg kell szokni. Tehát tényleg az objektív az, ami a legfontosabb. Na nézzük. Arzenál. Pacemaker, na nézzük. Hiányzó AP alapján sebzés növelés. Na jó.
Jó, neki mentem az eleminek. Mindjárt meg lesz a 2000 kill. Már meg is van. Így van, ahogy a Konix mondja. 10 körül átállunk más játékra, így van. Még egy Gatling gun fejlesztéssel. Azt mondja, hogy ricoché. A 14-25 az a drilling station-nak száma. Tehát 25 drilling station van, vagy mi ez, mining station. És én abból 14-et már megtaláltam. Igen, az upgrade-ek száma is egyébként az, mert hogy a drilling station ad upgrade-et. Na, a 14. percnél járunk. Jön egy horda. Azt mondja, hogy Landing Blade több sebzés, arra és a Projectile Lifetime növelés, az jöhet. És ugye minden egyes upgrade felvételével egyre több üzemanyagot zabál a karakter. Úgyhogy egyre nehezebb és nehezebb lesz. Sokkal jobban kell agyalni. Ja, a ricoché az a Scanninek, igen. Ricoché az itt nagyon kellett. Ez a szép AOE sebzés, Spread rogjája. A Feather Blade még nagyobb areál.
Igen, a rikosi az minden ilyen játékba kell. Kellene. Mert így a nagyon gyengúsz enemik nagyon gyorsan elhalnak. A sárga szikla az annyit csinálsz ott, hogy kibányászom, és ad egy gemet, ami gem permanens upgrade-re elhasználható. Az ugye a roguelite elem. Jó, Gatlingen. Overheat. Szóval kibányászom a sziklát, sárga sziklát, ami ad egy gemet, a gem pedig annyit csinál, hogy permanens upgrade-re lehet elkölteni. Special upgrade, az első special upgrade-ünk. Nem, ez nem az első renunk. Az első renunk az 8 perces volt, ez talán a negyedik. Nem lehetek minden olyan szerencsés, mint a Yet Another Zombie Survival-ban. Hogy a második rára ki is játszottuk a játékot. Kell venni még egy upgrade-et, mielőtt még jönne az újabb wave. Miket kapunk? Gatling gun. Azt mondja, hogy a minigun tudjuk fejleszteni. Burst gun. Az lesz a gond, hogy el fogunk fogyni üzemanyagból. Szerencsére nem fogytunk el. Jól kijátszottuk. A drillt úgy kell felszabadítani, hogy a piros ilyen... Hát ilyen pöttyöket leszedem a drillnek a range-ra. És igazából a drillből csak az a lényeg, hogy ugye letegyem, és onnantól meg már mindegy, hogy mi lesz. Mert csak az számít, hogy elindítsam. Azt hiszem, kezdünk kicsit sokan lenni. Oké, bosszos fog következni.
Tök szíves, hogy kapjuk a HP-t, azt amúgy az nem is kell. Meg amúgy is rajtunk van a sértetetlenség. Na, jött a boss. Na hát, most kellett a sértetetlenség. Lehet, hogy most meg is halunk. Azt mondja, hogy még több sebzés nyomjon ez a blade. Elfogyott közben a HP. Jó. Gatlingen. És homing missile. Range, igen, crit chance. Ez is itt már a pálya széle. Ja, kéne fogyasztás csökkentő, jaja. De hát az már nem biztos, hogy nagyon lesz itt. Ajaj, kop, azt mondták. Jújjújjújjújjújj. Még menthető. Csak nem kell ennyit forognom. Megütögettek, mint a dinnyét, igen. Hogy eltűnt az enemy? Azt mondja, hogy global damage, hát oké. Okay. Most nagyon kéne az üzemanyag. Huszonöt perc túlélés. Gyorsan. Azt mondja, hogy a blade-ek visszatérnek a karakterhez, ahogy a projectile lifetime letelik. Wow! Miért bannoltak? Valószínűleg olyat csináltál, ami szabályzat ellenes. Patrik. Azért szoktak általában bannolni.
De ha már ilyenről kell beszélni, az már rég rossz. Hidd el nekem. Hát ez milyen szíve? Az a gond, hogy így... Hát így beszorultam. Ja, hát ez nagyon szíves volt így. Hogy így beszoroltunk. Na nézzük, Feather Blades 1700, Homing Missile 822. És már csak három zóna kellett volna. 101 biosádot szedtünk össze. Na, megyünk egy utolsót. Mit szóltak? Megnézzük, srácok, a bácsárt. Let's get down to your business, Szevasz Enkon. Néztem meg a 20 Minutes Till Dawn-t, mióta kijött az egy pont. Nem. Az helyzet az nem. Kassa. Blade-eknek nagyobb az arája, nagyobb a damage-e és kisebb a CD-je. Magazine size növelés, knockback distance, explosive skill damage, burn duration, HP regen, movement speed, mi az a korona? Opa! Beszereztél tegnap a Yet Another Zombie Survival-t? Na! Azt mondja, hogy launcher skill, sebzés növelés. Count. Wow. Launcher és blade skill. Globál. Darabszám növelés. CD csökkent és globál damage növelés. Na, én azt mondom, mehet a kasza. Na és akkor azt mondja, hogy Blade CD csökkentés és Blade area növelés. Jó, és akkor még itt az elején kiveszük a chariotot is, és azt mondjuk, hogy max HP. Paci Patrik legalább hülyeséget ne beszéljet, a leírásban ott van a menetrend. Na nézzük. Na most ilyen blade-es dolgot akarok kivenni. Ez mi? Blade, nagyon jó. Vortex Blade. Igen, direkt azért választottam. Ez a karakterhez ezt az upgrade-et. Nem mondom, úgyis blade-elünk. Vortex Blade. Azt mondja, hogy... Aha, damage növelés. Lifetime növelés. Ja, nem azért mondtam Nightingale, csak én arra reflektáltam, hogy azt írták a cseten, hogy senki nem tudja, mi a menetrend, de hát ott van a leírásban. Amúgy a leírást könnyen úgy lehet előhozni telefonon, hogy rányomsz a csatorna logójára. Zelda és WoW lesz ma egyébként. Veszük az arzenát. Igen, lett ilyen lista. Ha megnyitjátok a E-Hunter Archivum csatornát YouTube-on, akkor ott a csatorna oldalán ott van egy külön lista a Vampire Survivors szerű játékokról. Hogyha valaki ügyes és belinkeli a playlistet, azt amúgy megköszönöm, hogyha nincs ilyen ember, akkor pedig majd belinkelem én nektek.
Milyen fegy... Ez a cleaver, ami van nekünk, igaz? Jajjáó, akkor ezt kérem ki. Helicopter Blades, Wider Blades. Ó, köszi az Denner. 25 játék került fel rá, ez a 26. egyébként. Amivel most játszom. Kérd olyan. Rélegám basszus. Meg nem örülök. Full blade-es build-et akartam. Sajnos ameddig kérdőjelek vannak, addig ezek szerint nem lehet ilyet csinálni. Illetve ezzel, ahogy látom, célozni kell, mert arra lő, amerre megyek. Hagyod a railgun-t. Reverse bullet. Az utolsó lövedék a magazinban kétszer annyi dammal. Ez csak egyet lő, szóval, hogy... Cleaveren kéne erősítenem, mert az így nagyon jó sebzéseket nyomat. Mortár. Jó, akkor kérdőjel. Öp, Amplify Burn Effect. Wow. Szeretem a burn-t. A játékokban szeretem az ilyen dotokat. Jelenleg csak két karakter van a játékban, ha. Igen, igen. Na végre, cleaver. CD csökkentés a cleaveron. Ujjjj, majdnem beszoroltunk. Azért csak kiszedem. Sikerül kimaxolni az alaptámadást, akkor mehet a Cleveland Show.
Hát ez így lehet, hogy rippentyű lesz, srácok. Nem nagyon dobálják az enemik a HP-t. Na, meg csak kellett mondani. Jó. Szóval egy burn chance növelés, burn duration növelés. Növeli a sebzését azoknak a skilleknek. Ja nem, növeli az esélyt a launcherekkel való burnelésnek. Hát inkább a globált választom. Mi lenne a top 3? Hát a Vampire Survivors, a Halls of Torment, és talán a Brotato. Most így láthatatlanban. Mert a Vampire Survivor az alapból nem is játszhatna ezen a listán. Burn chance, burn damage. Au. Elfogyott a fuelunk. Shit. Ja, a Scarlet Tablet, azt nem nyomtam eléggé. Jó. New game. Butcherrel ugyanúgy. Maradunk az expandingnál. És innen most nem tudunk kivenni semmit, úgyhogy play. Ha VS nem játszik, akkor mi lenne a harmadik? Hűha, hűha. Ezt húskáznom kell. Hát ami nagy alok, vagy a Nomad Survivors, vagy a 20 Minutes Till Dawn. De talán a 20 Minutes Till Dawn. Gyere, olvasom Zolcsi, amit írtál. Jó. Nagyon jó, Cleaver. Cleaver CD csökkentés.
A szuper utolsó kör, szuper utolsó. Emlékszem, a detonátor mit csinál. Explosion chance. Remélem, látni fogok benne explosiont. Aha, vannak explosionok. Az explosion az jó amúgy. Sokan vannak, akkor a robbanás azért az így nagyobb clear-t ad nekünk. Vajon hány szuper út? Hát csak egy szuper, a szuper útcsóból nem lehet ugye sok. Azt hallottam. Jó, cleaver. Nagyobb area. CD csökkentés. Zai, azt mondtátok, de még nem néztem rám. Jó, jöhet a torcs. És akkor így megvan minden. A dotolás az jó lesz a bossnál, szerintem. Azt mondja, hogy projectile lifetime, movement speed és damage. Nem tudom, ez a Whirling Blade nem tűnik olyan erősnek. Jó, nagyon belementem az enemibe. Hát bányászni nem nagyon tudunk. Az helyzet. Talán az égetéssel, ja. Azt mondja, hogy global burn chance, burn damage. Négy helyet már hatot tippkel. Kíváncsi vagyok, ezzel a build-el meddig lehet eljutni.
Ez a boss előtti mining drill lesz. Tök lenne, hogyha váhitálnénk ezeket az enemiket. Crit chance növelés, a blade skill-es crit chance növelés, az jó. Na és akkor most fog jönni a boss. Ötvenhatot kritáltunk. Megjött a bosszos. Kezdünk kifogyni a fuelból. Édes Istenem! Bőlem is 40%. Blade-eseknek jöhet. Arzenál, Blade skill count, csökkenti a sebzést, Blade skill count. Ohohoho, jó. Szóval ez az. Ez érzésre amúgy jó döntés volt. Szevasztok srácok! Üdv mindenkinek! Burn damage, burn chance a blade-ekkel. Szevasz Honor, szevasztok srácok! Jó,
jó tarcsot kérünk, azt mondja, hogy még nagyobb esélye az égetésre. Jó. Az arán kéne változtatnunk. Ez most simán lehet, hogy az arán. Azt mondja, hogy crit chance a blade-del. Jó, ott volt egy elemű. Volt a vágy, de arra a nabakkel. Crit chance, damage, CD, damage. Azt mondja, hogy count, cooldown és explosion chance. Tü-tü-tü. Ez ugye még több esélye arra, hogy applikáljuk a burnt. Jó.
Damage cooldown, crit chance. Damage. Szavaztok, srácok. Arzenál esetleg. Damage dealt blade-dál. Count. Nem. Jó, itt mosá? Mennyi vizemanyag. Új. Hát akkor Cleaver. Shredder! Duplázza a Cleavernek a spinjét. Hát ez nem tudom pontosan mit jelent. De akkor ez most azt jelenti, hogy nagyon erősek leszünk? Hát szebb lett az animáció, azt látom. Kétszerűt minden egyes használatkor? Ez az, amúgy. Utolsó előtti lesz, a boss előtt. Hogy mindjárt vége, srácok. Azt mondja, hogy crit chance, damage. Következőig fel kéne hílálnom magam. Már még boss is lesz. Arrébb jövünk, hogy a 20 másodperces az így ne triggerelje a boss még véletlenül sem. Most amúgy jól állunk. Ez most jó volt. Na
Várjátok újra a 20 percet, srácok. Mancba. Azt mondja, hogy damage dealt. Count damage dealt. Cleaver, azt mondja, hogy crit chance, cooldown. A torch-sal pedig burn damage, burn chance, burn duration, burn damage. Azt mondja, hogy damage dealt, knockback és blade count. Jó, hát. Távolabbról űzni ezt a hadászatot. Robbantósok ezek. Brutálisan kemények. Nagyon sok mindenre kell figyelnem. Ez a zöld izé, ez így. Ne köpjön le a robbanós, ne érjen közel. Na, arzenál, mit tudunk az arzenállal? Csökkenti a láncsel, igen, jó, hát akkor damage dealt a blade-del. Többi opció az nem tetszik. Srácok, még kettő ilyen mine van. Vagy mi drillt kell telepíteni. Thank you.
Jó. Maxi koncentráció. Na, area növelés. Jó, messze van az utolsó. Basszus. Fele utat már nagyjából megtettük. Nagyon kimérten kell mozogni. Bármikor leköphetnek az aranyat védelmezők, bármikor ránk charge-olhatnak. Rezidens alvó, ez az utolsó. És akkor még plusz wave is jön, persze. Hát ez így halál. Oké. Okay.
mitől függ, hogy milyen gyorsan épül fel a cuccma körülötted? Nem tudom. Hát ez így... elég szenvedős volt. De... 30 perc. Letelt az idő? Itt nincs ilyen, hogy letelik az idő. Szóval, hogy 30 percet éltünk túl, pont ránk jött egy horda. Ez itt most nagyon szenvedés volt. Most itt a végén majdnem gyorsabban jött vissza a sok bogyó, mint ahogy írtottad. Ja, hát igen. Ez a rész most egy kicsit szenvedős volt így. Hát valószínűleg minél hamarabb kell amúgy telepíteni a drilleket. Jaj. Na, mit szóltak srácok, milyen elsőre ez a Swarm Grinder? Kicsit kevés benne a content. Viszont amit mondtam nektek az elején, hogy mennyire király az, hogy itt más a koncepció és hogy nem az ölés alapján fejlődsz. És hát ez ugye azért király, mert általában az ölés alapján fejlődés esetén az van, hogy összerakod a biedet, mondjuk tart egy menet 30 percig vagy 20 percig, és te fele annyi idő alatt már összerakod a biedet, már megvagy, és már csak azon, hogy így kvázi unatkozol, hogy meglegyenek az utolsó pillanatok. Úgyhogy ez a game abból a szempontból másabb, vagy jobb, kinek mi, hogy itt ugye vannak ezek a feladatok, hogy itt a drilleket kell telepíteni. Sajnos nincsen más mód, még nincs más mód a Mining Expedition-on kívül, de itt van egyébként a roadmap, hogy mik vannak még tervben. Aha, így kell. Survival mód, hard mód, új gadget, új karakter. Úgyhogy egyelőre ilyen ez a game. Érdekes. Érdekes. Figyelemmel fogom tartani, hogy így mi lesz vele, hogy hova fejlődik. Most így nem mondanám azt, hogy a közeljövőben lesz még belőle egy stream. De belekukkantam, hogy mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy megértem. Felfedeztük az összes skillt egyébként. És még egyet sem nyertünk, az szomorú. 6 run, 0 win, 223 currency. Ja, ez a láncseres is tök jó lehet valószínűleg. Ja, úgyhogy ennyit erről a gémről. Köszönöm szépen a kiadónak, hogy biztosított ebből egy példányt. Ígéretes. Mindenféleképpen ígéretes ez a game.